És én kapok valamit, Mikulás bácsi? Igen, te biztos, hogy virgácsot. Na sziasztok mindenki, december 6-a Szent Miklós püspök ünnepe, jön a Mikulás, hajnalban már nekem is megérkezett, nagy gyerek vagyok, kaptam ilyen adventi kalendáriumot, de hát nekem egy óra alatt elfogy, sose tartottam be, nem tudom ti hogy vagytok vele, sose tartottam be, hogy minden nap egyet tegyek meg, de nem baj, képzeljétek el, hogy megyünk az óvodába a gyerekekhez, meglátogatjuk a Mikulást, megnézzük a gyerekek műsorát, meg hogy miket szerveztek nekik, fantasztikus, nagyon szeretem gyerekek közé járni, mert nagyon sokat lehet tőlük tanulni, és most is szerintem látszódni fog rajtuk, hogy mennyire várják a Mikulást, mennyire boldogok, mennyire őszinték még ezek a kisgyerekek, és ez engem úgy felszokott tölteni, hogy mi is ilyen gyerekek vagyunk még mindig legbelül, hogy ennyire várjuk a dolgokat, én még nem figyelem, én még most is nagyon várom a Mikulást, nagyon várom a Jézuskát, engem feltöltenek ezek az események, és tényleg látni fogjátok, hogy ránéztek a gyerekekre, milyen őszinték és milyen boldogok, és hogy mennyire várják ezt az egészet. Ez szerintem csodálatos, és ezekért a pillanatokért érdemes élni. Akinek, kedves nézők, már van gyereke, tudhatja, de mi is, akinek nincs még, láthatja az óvodában most, meg így videón keresztül, meg akinek tesója van, hogy mennyire fontosak a gyerekeknek ezek a dolgok, úgyhogy nézzük meg most a gyerekeket az óvodába, utána pedig Szent Miklós püspökről szeretnék mesélni, meg hogy hogy jött ez a mikulásos dolog, mert sokan nem vagytok tisztában vele, úgyhogy most megyünk, és utána pedig mesélek nektek. Jók voltatok, gyerekek? Igen! Na, ezt tudom, hallottam ám, hogy nagyon jók voltatok. Levi, jó viselkedtél? Jó, van, akkor jön a Mikulás. Nekem már reggel megjött, képzeljétek el. Nekem már van Mikulástom a bort. Tényleg? Milyen cuki sapkád van, Nellike? Nagyon jó. Neked világos. Neked világos? Neked Mikulás jó. Maszatos út az orra? De cuki. Köszönöm szépen! Botikám még köszönöm szépen! Mikulás bácsitól kérdezzük, hogy min jött, mert a szállon nem tudott, mert nincs hó. Ha, hát én nekem olyan manóim vannak, akik kereket szereltek a szán alá. Rénszarvassal görgettünk idáig. Az jó! És mit hozott? Virgácsot? Virgácsot? Az nem, itt csak csupa jó gyerekek vannak. És én kapok valamit, Mikulás bácsi? Igen, te biztos, hogy virgácsot. Nagyon szívesen. Várunk rád, kedves öreg Éva. Köszönöm szépen, nagyon jó vagy. Örül a Mikulás bácsi, hogy ilyen. Nálunk járt a télapó, arca kedves és mosolygós, haja fehér, mint a hó. Szervusz, Krampusz, régen várunk rád, reméljük, hogy elhozod az öreg Mikulást. Ahogy láthattátok, nagyon tartalmas kis délelőttöm volt, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ott lehettem. Ott volt a Máltai Szeretetszolgálat is, rendeztek a gyerekeknek futást, kaptak a gyerekek csokit. Utána pedig jött a Mikulás, láthattátok, vagy hallhattátok, hogy azt mondta a Mikulás bácsi, hogy én biztos, hogy virgácsot kapok, most megcáfolom, képzeljétek el, hogy kaptam kalendáriumot, ilyen díszeket, tök jó, még anya a főnökétől is kaptam, nagyon jól esett, hogy rám is gondolt, és tök jó, ilyen kis Mikulás is kaptam, van csokoládé,
Meg ilyen is van, úgyhogy kaptam édességet. Valljuk be őszintén, kedves felnőttek, fiatal felnőttek, hogy mi is szeretünk azért ajándékot kapni. Szerintem ez nagyon jó dolog, hogy megőrizzük így a hagyományokat. Most szeretnék beszélni egy kicsit Miklós püspökről, hogy honnan is ered ez az egész mikulásos dolog, meg ajándékozás, meg ilyenek. Szent Miklós püspökről van szó, Isten éltesse sokáig a miklósokat, boldog névnapot kívánunk nekik. Ugye Miklós püspök 270 körül született, és 19 évesen szentelték pappá. A szülőktől kapott vagyont elosztotta a szegények között, mindig próbált segíteni másoknak, és azt is megtudtam, ma voltam hajnali misén, ugye decemberben vannak ezek a rorálta misék, hajnali misék, és a prédikációban hallottam, hogy a virgács pedig onnan jön, képzeljétek el, hogy Miklós püspök ott volt az első zsinaton, és megvert valakit a pásztor botjával, mert ugye ő nem viselkedett jól, vagy nem tudom, valami konfliktus volt, ami nem volt jó dolog, és megverte Miklós püspök ezt az illetőt, és innen jön a virgács, a pásztor botjával megverte, azt hiszem, hogy elítélték a zsinaton, de a végére már rehabilitálták, vagy hogy nevezik ezt, azt felmentették, úgyhogy nem volt különösebben probléma benne, de innen jön az egész, a másik, hogy honnan jön ez a kövér bácsi, meg piros, meg szakállas, 1930-ra tehető ez, hogy így kezdte ez az italgyártó cég ábrázolni a Mikulást, de olvastam, hogy vannak feljegyzések, hogy már előtte is a gyerekek már máshogy így ábrázolták, úgyhogy előrébb tehető, de a 19. század környékén jött be ez az emberek életébe, hogy ajándékozunk, és a 343, de mindegy, az a lényeg, hogy december 6-án hajnalban hunyt el Miklós püspök, a szobájába találták meg, ezért akkor jön a Mikulás. Úgyhogy mindenféleképpen egy óriási szentről beszélünk, egy tiszteletre méltó emberről, aki segített a szegényeknek. Azt hiszem az egyik példabeszédben van benne, ha már így benne vagyunk a sztoriba, hogy a gazdagok dobtak be sok pénzt a perselybe, viszont egy néni csak 2 fillért tudott bedobni, de a néni mégis többet adott, mint a gazdagok, azért mert a gazdagok a feleslegükből adtak, a néni pedig az összes vagyonát oda. Úgyhogy mindig kiráz ilyenkor a hideg, hogy nagyon szeretem az ilyen történeteket, mert óriási, hogy vannak még önzetlen emberek, és tényleg remélem tetszett a videó a gyerekekről az óvodába, hogy mennyire várják, és én is örültem, hogy tényleg mekkora feelingje van ennek az egésznek, mert jött a Mikulás, felidéztem a gyerekkoromat, hogy mi is ilyenek voltunk. Úgyhogy remélem, hogyha ti ma nem voltatok ünnepségen suliban, vagy valahol, remélem, hogy azért jól éreztitek magatokat ebben a videóban, a videó nézése közben, kicsi mosoly, hogy csalhattunk az arcotokra. Még egyszer köszönöm az óvodának, a Máltai Szeretett Szolgálatnak és mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a naphoz, hogy a gyerekeknek boldogságot és örömet hozzunk ezen a napon. Úgyhogy Szent Miklós püspököt is teltesse sokáig, Miklósokat is, és köszönöm szépen. Remélem, hogy azért tetszett ez a kis történelmi szál a videó végére. Szerintem ez mindenképpen fontos, hogy tudjatok róla. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és jövünk a folytatással. Sziasztok!